Kedves gyülekezet, péntek esti Isten tiszteletünket a 603-as számú énekkel fogjuk megnyitni. A péntek esti csönd. Leborulunk és úgy imádkozunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg szent és nagy neved, hogy velünk voltál az elmúlt héten, megóvtál bennünket minden bajtól és veszélytől, szerencsétlenségtől, betegségtől. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetünk ezen esküvő órában, amikor együtt kezdhetjük veled a szent napot, ezért megkérlek téged a gyülekezet nevében, hogy jelenjük meg közöttünk, és a te áldásod érintse meg a mi szívünket, a te bölcsességed legyen az, aki átvesz bennünket, és értelmet ad a te igénynek megértésére. Megkérünk téged, hogy áld meg a te szószólódat is, hogy azokat az igéket szólja, ami fontos számunkra, mi által épülünk és erősödünk te benned, hogy el tudjunk készülni te veled való találkozásra. Megkérlek téged, jó Atyám, hogy áld meg ezt a kis gyülekezetet is, a te szent lelkednek erejével, hogy a te tüzet égjen bennünk, hogy lássák az emberek, ahol élünk, hogy mi valóban téged várunk, és a te eljöttetelet itt van. Áldunk és magasztalunk téged, hogy te meghallgatsz és
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet szombatkezdési istentiszteletünkön, és amint a kezdő imában is kértük, Isten áldása érintse szívünket, gondolatunkat, és legyen ez az áldás mindenek előtt nem annyira, ahogy mi emberek általában szeretnénk, földi jellegű, földi töltetű, hanem legyen ez inkább lelki áldás, amely segít bennünket értékelni a mennyei dolgokat, segít jobban megérteni azokat, és egy jobb, bizalmasabb kapcsolatot kialakítani a mi szeretett Istenünkkel. A Szentírást Jakab apostol második fejezetén nyitom meg, és az első 13 verset fogom olvasni. Mielőtt elolvasnám, elmondom nagyjából, hogy az apostol miről beszél. Egyszerűen a személyválogatásról, és ott pontosabban a személyválogatás bűnéről. Itt ebben az összefüggésben jelenik meg az a híres igevers, amelyet mi előszeretettel szoktunk idézni, körünkben már szállóigévé vált, és pedig, ha valaki az egész törvényt megtartja, de vét egy jelen az egésznek megrontásában bűnös. Nagyon sokszor szoktuk ezt az igeverset alkalmazni érvként, nem egyszer a szombat igazságának érvényességére, de sokszor elfelejtjük az igazi összefüggést. Eredeti összefüggésében a személyválogatásról beszél. A személyválogatás bűnéről. Gyertek, olvassuk el először ezt az igerészt, és majd azután röviden próbáljuk megérteni. Atyám fény, ne legyen személyválogatásati hitetekben, amely van a dicsőség urában, a mi Jézus Krisztusunkban, mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú, fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény és szennyes ruhában, és rátekintek arra, akin fényes ruha van, és azt mondjátok néki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Nem mondtok ki ellent magatoknak, és nem letetek egy gonosz gondolkodású bíráká? Halljátok meg, szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy a gazdagok legyenek hitben és örökösei az országnak, melyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ti pedig meggyaláztátok a szegényt, avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? És nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, melyről neveztettek? Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szerest fele barátodat, mint te magadat, jól cselekeztek. De a személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztalva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egyelen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki azt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne őj. És ha nem paráználkodol, de őrsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok, s úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. A személyválogatás bűne, erről beszél az apostol. Na most, az apostol próbálja kihangsúlyozni és ugyanakkor érveket is hozni, hogy miért ne legyünk személyválogatók. Miért helytelen ez. Majd azután arra is rátereli a figyelmünket, hogy utóvégül az érvek ellenére ez bűn. Tehát ez bűn. Ez pont olyan bűn, mint más bűn. És az ember könnyen átsiklothat egy ilyen jelentéktelennek tűnő dolgon. Pedig Jakab apostol kihangsúlyozza, hogy Isten törvénye ezt is elítéli. Mint sok más lehet a mi szemünkben, a mi megközelítésünk szerint súlyosabb dolgokat. Nézzétek meg, hogy hogyan kezdi a személyválogatás bűne elleni beszédét. Atyám fény, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben. Na most
Mindenek előtt nézzétek meg, most nem tudom, hogy mennyire szándékosan tette az apostol, de ha szándékosan tette, akkor ő ki akart azt hangsúlyozni, hogy a ti hitetekben. Tehát az egész életünk megtérés után nem kell más legyen, mint a hitünknek a megnyilvánulása. Akkor, amikor így vagy úgy cselekszek, az elárulja azt, hogy milyen a hitem. Tehát ne legyen személyválogatás a ti hitetekben. Tehát egyszerűen nem a cselekedetről van szó, hanem a hitről. Ha hiszel úgy, ahogy kell, akkor azt mondja, hogy nem lehet személyválogatás. Viszont akkor, amikor személyválogató vagy, nem csak cselekedetekben nyilvánul meg ez a személyválogatás, hanem maga a te hitedben, a te, mit tudom én, téves felfogásodban, Istennel való viszonyulásodban. És ezt támasztja alá a következő megszólítás is, ahogy Istent megszólítja, amely van a dicsőség urákban, ami Jézus Krisztusunkban. Látjátok, Istent az Úr Jézus Krisztus dicsőség urának nevezi. Most nem tudom, hogy miért használta ezt a kifejezést, de legalább két magyarázat van rá. Az egyik lehetséges, hogy azért használta, hogy ellentétbe legyen, vagy ellentétbe helyezze a gazdag emberekkel, akik magas tisztséget töltenek be, akik híresek, akiket az ember hajlamos tisztelni. És azt akarja mondani, hogy te a dicsőség urába hiszel? Isten sokkal nagyobb, mint a leggazdagabb, legbefolyásosabb, legmagasabb rangú ember. Úgyhogy nincs miért Isten ellen vétkezél, vagy olyan dolgot tegyél, ami nem egyezik meg Isten akaratával, azért, hogy egy sokkal alsóbb rendű teremtménynek mondjuk kedveskedjél. Vagy a másik dolog az, hogy a dicsőség ura, ugye, amikor mi viszonyulunk egymáshoz, maga az egész életünk, miután Istenbe hiszünk és őt képviseljük, a viselkedésünk igazából mások számára fényt vet arról, hogy milyen Isten. Tehát a mi viselkedésünk, hogyha Isten nevét felveszük, és keresztényekként a kereszténység igényével lépünk fel, az embereknek azt a benyomást keltjük, hogy Isten olyan, ahogyan mi viselkedünk. És hogyha mi személyválogatóak vagyunk, mondja Jakab apostol a mi kapcsolatainkban, az emberekhez való viszonyulásunkban, akkor az emberek, azok, akik ismernek és kapcsolatba jönnek velünk, azt a benyomást adom az embereknek, hogy Isten is személyválogató. Tehát más szavakkal viselkedésem rossz fényt vet Istenre, és rossz fényben mutatja be Istent. Tehát az emberekben egy hamis Isten képet alakítok ki. Úgyhogy Isten dicsőségét nem mozdítom elő, hanem esetleg hátráltatom viselkedésemmel. Mindegy, nem tudom, hogy mire gondolt az apostol, de elég az, hogy ő összekapcsolja a hitet a viselkedéssel, és ő már eleinte is összekapcsolta, aki hisz, az igazából helyesen cselekszik. Aki meg van győződve arról, hogy Istenben nincs személyválogatás, emlékeztek Rómába, ezt mondja, Róma beliekhez írott levél második fejezetében, hogy Istenben nincs személyválogatás, az úgy fog viselkedni, és az nem engedi meg magának, hogy másoknak azt a benyomást adja, hogy az az Isten, akik ők nem ismernek, de én ismerek és képviselem, az az Isten véletlenül személyválogatónak legyen bemutatva a többiek előtt. Tehát ő így kezdi a gondolatmenetet. És azután, persze látjátok, ő egyetlen egy példát hoz fel. Gondolom, lehet többször gyakran megtörtént dolog lehetett az első keresztény gyülekezetben ez egy ilyen hasonló helyzet. De a példa nem azt jelenti, hogy csak ekkor vagy ilyen körülmények között nyilvánulhat meg a személyválogatás. Ő felhoz egy példát, amelyel szemléltetni próbálja azt, hogy mennyire visszataszító, és nem csak hogy visszataszító, mennyire Isten törvényébe ütköző, mennyire Isten akaratával ütközik, és mennyire ellentmondásos a keresztények számára ez a viselkedés, ez a megkülönböztetett viselkedés, a személyválogatás. Nagyon jól tudjátok, hogy az evangélium hatására az emberek,
ami a megváltást illeti. A megváltás esélyét illetően egyenlőek. Nincsen különbség. Ezért mondja Pál apostol Galatánál, Kolosénál, hogy nincs se görög, se zsidó, se szolga, se asszony, se férfi, se szabad. Mindnyájan Isten színe előtt a megváltás esélyeit tekintve egyenlőek vagyunk. Miután röviden átveszük, utána próbáljuk nagyon röviden meghatározni, hogy mit jelent a személyválogatás, és mit nem jelent a személyválogatás. Mikor lehet személyválogatásról beszélni, mikor nem lehet személyválogatásról beszélni. De addig elégséges az, hogy itt kizárólag az összefüggés az üdvösségről van szó. Az összefüggés az üdvösségről beszél, és az üdvösséghez való esélyről. Mindenkinek egyenlő esélye van az üdvösség terén. Ezért visszataszító, és nem tudja jóvá hagyni az apostol azt, amikor valaki bejön, bejön a templomba, bejön az úrházába, és ugye miért jön be az ember? Na most mindenki jöhet más érdekből is, különböző önző érdekekből, de általában, amikor az emberek jönnek az Isten házába, akkor Istennel szeretnének találkozni. Ilyenkor, amikor az ember az üdvösségért jön, helyes-e a megkülönböztetés, hogy te gazdag vagy, te szegény vagy, te befolyásos vagy, te kevésbé befolyásos vagy, te okos vagy, te buta vagy, te színes bőrű vagy, vagy bármilyen faji megkülönböztetés, vagy viselkedés, ugye? Nem, ez nem lehetséges, mert az üdvösségről van szó. És az üdvösséghez mindenkinek egyenlő esélyt kell adni. Nagyon oda kell figyelni, nehogy valakit eltávolítsunk az üdvösség lehetőségétől a személyválogatás következtében. Tehát az apostol erre akarja fektetni a hangsúlyt. És ilyen értelemben beszél és határozza meg a személyválogatást. Mondom, a következőkben még egy pár dologra rá fogunk térni. Na most ellenőrizzük és nézzük meg, hogy miért nem helyes a személyválogatás az apostol szerint. Az első dolog a negyedik versben található, azt mondja, nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkodású bíráká? Péter apostol elmegy Kornéliushoz, és emlékeztek, milyen következtetése jut? Amikor ugye Isten elfogadja őket, kiárasztja az ő lelkét, és utána kereszteli meg Péter, hogy Istennél nincs személyválogatás. Isten nem részrehajló. Isten úgy felkínál az üdvösséget egy pogánynak, mint egy zsidónak. Majd ezután ugyanez a Péter apostol csak ember, és ezzel a bűnnel mindnyájan küzdünk. Van, aki nincs is tudatában, hogy elköveti ezt a bűnt. De Péter apostol Galata a második fejezetében meg van dorgálva, fedve az apostoltól, Pál apostoltól. Azért, mert akármennyire ő volt az első, akinek lehet Isten bemutatta azt a nagy igazságot, hogy Istennél nincs személyválogatás, mégis ő volt az, aki személyválogató volt. Egy ideig együtt ült a pogány származásokkal, keresztényekkel, de mikor látták, hogy megjöttek a zsidók, gyorsan átment hozzájuk. Ezáltal el tudjátok képzelni, hogy a pogány származású keresztények hogy érezték magukat. Érezték azt, hogy a fő azért mégis odahúz, ahova általában, akiknek általában odaígérték, és akiknek általában az ő gondolkodásuk szerint járt az üdvösség. És biztos nem érezték jól magukat. Ezért is gondolom, hogy lépett fel Pál apostol annyira keménye. Mert személyválogató volt az apostol. Na jó, tehát azt mondja, nem mondtok-e ellent magatoknak, nem mondunk ellen magunknak, emlékeztek, ugyanezt mondja Pál apostol Péter apostolnak. Te zsidó létedre nem élsz zsidó módon, hanem mégis egy kicsit pogány módon élsz. Nem tartod be az összes zsidó eljárást, vagy előírást. És akkor elvárnád azt, hogy a pogányok úgy élnek, mint a zsidók, és te átpártolsz a zsidókhoz, amikor meglátod őket. Nem vagy ellentmondásos, és azt mondja, hogy az első nagy probléma ezzel a személyválogatással, hogy önmagunknak ellent mondunk. Önmagunknak ellent mondunk. És nem csak azért, mert általában elméletileg a személyválogatás ellen beszélünk, és gyakorlatilag tévedünk, hanem azért is, mert gyakorlatilag is sokszor ellent mondunk önmagunknak. Nem ugyanazon ismervek alapján
vagyunk személyválogatók. Mi következetesek se vagyunk. Jó, és nem lettetek-e gonosz gondolkodású bíráká? Az ítélkezést a másik felett a Szentírást elítéli, de itt azt mondja, hogy gonosz gondolkodású, rossz indulatú. Rossz májú, ugye? Amikor szándékosan rossz indulat jellemez téged, akkor, amikor a másikhoz viszonyulsz. És azt mondja az apostol, hogy nem csak egyszerűen naivan, tévesen ítélsz, hanem szándékosan gonosz gondolkodású bíra lettél. Utána felhoz egy példát. Nem csak példát, hanem valójában a valóságról beszél. Halljátok meg, szeretett atyánfé, avagy nem Isten választotta-e ki a világ szegényeit? Nagyon jól tudjuk, a kereszténység elején is, és mai napig is úgy van, hogy nem egyszer a hátrányos helyzetű, a társadalom kivetettjei azok, akik először közelednek Istenhez, és akik elfogadják az evangéliumot. Nem mintha Isten a gazdagokat, vagy a befolyásos, híres embereket nem választotta volna ki, de kiválasztja őket is az üdvösségre, és ugyanolyan joguk van, mint a szegényeknek. De az apostol azt akarja mondani, hogy ha a gazdagok, a befolyásosak, a bölcsek elutasították Istent, akkor Isten a keresztről szóló prédikálás által kinyilatkoztatta magát, és megtaláltatta magát a legbutább, legegyszerűbb emberekkel is. A társadalom kivetettjeivel is. És úgyhogy Isten nekik üdvösséget adott. Nekik kínálta fel az üdvösséget. És ha Isten nekik felkínálja az üdvösséget, ha Isten leereszkedett az őszintjükre, akkor helyese részedről, hogy akkor, amikor bejön valaki, ne úgy viszonyulj hozzá, mint ahogy Isten viszonyult. Másiknak adjál elsőbséget, mi alatt Isten lehet úgymond nekik adott elsőbséget, nem lehet erről beszélni, hogy Isten elsőbséget ad a szegényeknek, a nyomorultaknak ezen a téren, vagy a butáknak. Nem. Egyenlően jutott mindenkinek, csak ezek jobban vonzódnak Istenhez. Tehát ha Isten ezeknek felkínálta, akkor neked kötelességet ezt ugyanazt tenned is, és megértesd velük az evangéliumot, a megtérés lehetőségét. A személyválogatás azt mondja a 6. versben, hogy nem jelent más, mint a másiknak a meggyalázása, a másiknak a megalázása. És való igaz, amikor személyválogató, különösen az ember ezen a téren, az üdvösség terén, amely utóvégül nem tőled függ, hanem Isten ajándéka. Te csak egy sáfár vagy, úgymond sáfár, olyan értelemben, hogy közvetíted ezt másoknak. Ténylegesen meggyalázod a másikat, amikor nem adod meg neki is ugyanazt a lehetőséget, amelyet Isten neked megadod, vagy bárki másnak. És utána rátér még egy kényes dologra, amely akkor is érvényes volt, mai napig is érvényes, persze nem általános érvényű, de van egy nagy igazság ebben a kijelentésben, hogy a gazdagok azok, akik a keresztényeket bántalmazzák, zsarolják, esetleg megtiltják a vallás gyakorlását. Ugye? Úgy van. A befolyásos, híres, gazdag emberek azok, akik legtöbb akadályt gördítik az evangélium terjedésében, vagy a hit, a keresztény hitnek a gyakorlásában. Ez van. És azt mondja az apostol, hogy egyszerűen nem észszerű, nem helyes az, amit tesztek, hogy megkülönböztessétek azt, aki gazdag, aki befolyásosabb a megváltás terén, az üdvösség lehetősége terén. Nem, a szegénynek is pont olyan lehetősége és joga van az üdvösséghez, mint bárki másnak. Ha ellenben megtartjátok a 7. vers, nem ők káromolják azt a szép nevet, igen, erről már beszéltünk, elnézést, a 8. vers, ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeressed fele barátod, mint te magadat, jól cselekszitek. Tudjátok, hogy közmondás is, szállóige, a Biblia is mondja Jézus szavaival, hogy mit tegyen az ember másokkal. Ugyanúgy bánjon, ahogy szeretné, hogy vele bánjanak. És itt erről van szó. Azt mondja, hogy a királyi törvény. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek elmarasztalva törvény által, mint annak a megrontói.
És a 12. verset olvasom még. Úgy szóljatok, úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadságtörvénye fog megítélni. A szabadságtörvény az, amely mindenkinek lehetőséget adott, hogy szabad és mentes legyen a bűntől. Hogy ne legyen a bűnnek a rabságába. Mindenki szabad. Ha egyszer megismerted Istent, megismerted a kegyelmet, a kegyelem szabaddá tesz. Az igazság szabaddá tesz. És az ember nem szükséges többé szolgáljon a bűnnek, és a bűnös gondolkodás szerint ítéljen és viselkedjen. Na most persze nem kell sokat magyarázzak azzal kapcsolatosan, hogy a személyválogatás az bűn. Jakab apostol eléggé szépen, érthetően, több érvekkel elmagyarázta és bebizonyította ezt. Viszont nagyon szeretném, hogyha a félreértés kedvéért egy csöppet meghatároznánk, mi a személyválogatás. Azért, mert néha az emberek úgy érzik, hogy akkor is